Sziasztok, Dömény István vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Mai témánk végtelen erő, végtelen tudás, végtelen szeretet és végtelen jelenlét. És ez a négy dolog szorosan összekapcsolódik. Hogyha visszatekintesz a gyerekkorodra, hogy akkor milyen ember voltál, milyen minőségű voltál, hogyha ezt a négy dolgot megvizsgálod, és megvizsgálod a jelenkori életedet, a jelenkori minőségedet, akkor az kell, vagy kellene tapasztalnod, hogy ebben a négy dologba fejlődtél. Hogyha a négy közül csak egybe látod a fejlődést, vagy csak háromba, tehát nem mind a négybe, akkor az sajnos nem előnyös neked, mert valamelyik tulajdonság elmaradt a többihez képest. Tehát gyerekkorod óta, hogyha visszatekintesz, nőtt az erőd, nőtt a tudásod, nőtt benned a szeretet, és nőtt benned a jelenléted, vagyis minél többet vagy jelen az életedbe. Ez a négy dolog határozza meg a te fejlődésedet. Ebben a világban a fejlődést nem lehet megállítani, korlátozni azért lehet, viszont te folyamatosan fejlődsz. Viszont a fejlődésednek az üteme, az rajtad áll. Tehát, hogy a következő egy évben mennyit fogsz fejlődni, az azon múlik, hogy ezt a fejlődést te mennyire tudatosan irányítod. Ugyanis képesek vagyunk arra, hogy a következő egy évben nagyon nagy mértékben növeljük az erőnket, vagyis nő az akaratod, azaz ezzel tudod megvalósítani a napi teendőidet, a céljaidat, az álmaidat, a vágyaidat, hogy van hozzá erőd, hogy megvalósítsd. Van hozzá tudásod. A tudást egy kicsit félreértelmezik ebben a világban, ez nem lexikális tudás jelent, vagyis könyvek olvasását, a neten való bolyongást, ami által az ember egyre több tudásra tesz szert, inkább képességeket jelent, megértéseket jelent. Az, hogy te hogyan tudsz egy adott dolgot megérteni, átlátni. Ha bele szeretnél valamibe vágni, akkor mennyire érted annak a részleteit, mennyire tudsz belenézni, mennyire tudod megvizsgálni, hogy honnan jöttél, és hova tartasz az adott folyamattal kapcsolatba. Sokkal inkább intelligenciát jelent. Azt is megfogalmazhatnám, hogy tisztán látást jelent, hogy a dolgokba belelássál jobban, és a mögöttes tartalmakat, összefüggéseket megérts, tudj egy kicsit hátrább lépni, és több nézőpontból lásd az adott dolgot. Az emberek egyébként a tisztánlátást belső hangnak hívják, vagy megérzésnek, ez is része ennek a bizonyos végtelen tudásnak, majd beszélek róla hamarosan. Aztán ide tartozik a végtelen szeretet, ugyanis mit ér ez a sok erő és tudás, hogyha nem a szeretet az, ami irányít téged, hogyha nem a fény felé tartasz, hogyha nem a jót akarod adni magadnak és másoknak. Tehát nagyon fontos, hogy legyen egy szeretetteljes kiáramoltatásod, vagyis szeretetet adjál mindenkinek, mindenhol és mindenkor, végtelenül akár, és szeretetet be is tudjál fogadni, vagyis képes legyél befogadni azt, ahogy szeret a világ, ahogy szeret a Jóisten, ahogy szeret a párod, a gyereked, a szülőd. Nagyon sokfajta szeretet nyelvünk van, mindegyiken tudni kell kommunikálni. És itt jön a negyedik dolog, a jelenlét, mert lehet neked bármely tudásod, erőd és szereteted, ha nem vagy ott az adott pillanatban, ahol történnek az események. Ha a múlton gondolkodsz, vagy a jövő miatt aggódsz, akkor nem vagy ott, és ezt a sok-sok erőt, szeretetet és tudást nem tudod felhasználni az adott pillanatban, amikor is neked egy válaszreakciót kell adni az élet eseményeire. És hogyha ez a válaszreakció nem tudatos, akkor te nem vagy ott, és a tudatalatti tudatod az, amelyik helyetted válaszol, és az általában nem jó neked. Ezt a négy dolgot, végtelen erő, végtelen tudás, végtelen szeretet és végtelen jelenlét együtt kell, hogy emeljed. Az élet egyébként számos lehetőséget kínál neked arra, hogy te változzál, hogy fejlődjél. Igazából folyamatosan ezt adja neked, de a legtöbb ember ezt nem veszi észre. Elmennek az emberek a lehetőségek mellett, és ahelyett, hogy tudatosan fejlődnének, inkább tudatlanul úsznak az árral. Ha nézed ezt a videót, talán eljutottál addig, hogy te szeretnél egy tudatos ember lenni, szeretnéd tudatosan járni az utadat, tudatosan fejleszteni magadat,
mert ez a négy dolog, amit az előbb felsoroltam, ez bizony minden cselekedetedre kihat. Tehát bármit is csinálsz, épp a pároddal beszélgetsz, épp a hobbiddal foglalkozol, épp dolgozol, bármit is csinálsz, ez a négy dolog mindig-mindig ott van az életedben. Tehát egészen kicsi gyerekkorod óta fejleszted ezt a négy dolgot, tudatosan vagy tudattalanul, de most itt a lehetőséged, hogy ezt tudatosan tedd. Én többféle lehetőséget is kínálok neked arra, hogy fejlődjél tudatosan, és nagyon magas szintre emeld ezt a bizonyos négy erőt. Végtelen erőt úgy hívjuk más néven mindenhatóság. A végtelen tudást úgy hívjuk más néven, hogy minden tudás. A végtelen szeretetet úgy hívjuk, hogy minden szeretet, és a végtelen jelenlétet úgy hívjuk, hogy minden valóság. Ez négy isteni tulajdonság. Ugyanis Istenben élünk mi itt, és ő felé fejlődünk, és ő végtelenül van jelen ezekben a képességekben, és a mi fejlődésünk nem más, mint egy kitágulás. Kitágulunk, hogy elérjük az isteni minőségünket. Minden életünkben lehetőségünk van arra, hogy ezt elérjük. Úgy is szokták hívni, hogy megvilágosodás. A szó nem egészen jó, mert a megvilágosodás azt mondja, hogy van egy pont, amikor eléred a megvilágosodást, és ott te kész vagy. De ilyen nincsen, hiszen most mondtam, hogy végtelen ezek a dolgok, tehát bármely pontját is éred el, az csak egy véges pont lehetne, ugye? És a fölött még mindig ott van a végtelen. Tehát a megvilágosodás nem egy pont, amit az ember elér, hanem egy út, amit jár, és halad a végtelen erő, végtelen tudás, végtelen szeretet és végtelen jelenlét felé, és folyamatosan fejleszti ezt magába. Most erre invitállak téged, hogy ezt tudatosan tedd. Mindegy, hogy mi a célod vele, mindegy, hogy az egészségedet szeretnéd rendbe tenni, a párkapcsolatodat szeretnéd rendbe tenni, csak fejlődni akarsz, csak érdekel a spiritualitás, mindegy, hogy mi az, ami motivál téged, erőhöz kell jutnod. Ehhez a négy dologhoz kell jutnod, ezt kell magadba fejleszteni, hogy képes legyél a kezedbe venni az életedet, és tudatosan változtatni a te fizikai, lelki és szellemi minőségeden. Ezt az utat kínálom neked, itt mögöttem van ez a spirituális erőktana képzés, ez most szeptember 26-án fog elindulni, ez egy 2 éves képzés, és 10 hetente, 10 fokozaton át folyamatosan fejlesztheted magad, gyakorlatokat adok neked, hogy ezt a négy dolgot, amit elmondtam az imént, ez fejleszd magadba. Egészen pici lépésekkel haladunk, egészen picikkel. Például azzal kezdjük, hogy figyeld a gondolataidat. És rá fogsz jönni, hogyha meg tudod figyelni a gondolataidat, akkor a gondolat nem te vagy. Te sokkal értékesebb vagy annál, te egy szellemi minőség vagy, aki képes hatni a fizikai testére, a lelkére és magára a szellemi minőségre is. Tehát a spirituális erőktana képzés, ami szeptember 16-án fog indulni, nem nehéz. Pusztán azt kell hozzátenni, hogy gyakorolsz. Újra és újra fejleszted magadba, és növeled magadba ezt a négy dolgot. Ez a négy dolog, amit elmondtam, a négy elemre épül. Tehát a tűzelemtől van az akaratod, a levegőelemtől van a tudásod, a vízelemtől van a szereteted, és a földelemtől van a jelenléted. Tehát ezen a képzésen folyamatosan fejlesszük a te uralmadat az erők felett. Azért fejlesszük, hogy nőjenek benned ezek a képességek, és ne az erők uraljanak téged, hanem te uralod az erőket. Ez egy nagyon fontos dolog. Mindegyikőtöknek az életében van egy uralkodó elem, a négy közül valamelyik. És hogyha mondjuk a tűzelem uralkodik rajtad, akkor te egy kolerikus ember vagy, és állandóan tüzes dolgokat csinálsz. Például lehetsz akaratos, lehetsz indulatos. Ugye az akaratosság egy szellemi képesség, nem túl jó, az indulatosság pedig egy asztrális, egy jellemvonás, ugye nagyon sok jellemvonásod van, és a spirituális erőtön a képzésen ezt összeírjuk azért, hogy ki tudjuk takarítani. Megkeressük a negatívakat, megkeressük a pozitívakat, berendezzük őket elemek szerint, és megtudjuk, hogy a fekete tükörbe, tehát a negatív jellemvonások berendezése után melyik az uralkodó. És ezt szépen megszüntetjük.
nagyon sok gyakorlatot adok neked, aminek a segítségével napról napra tudsz fejlődni. Mert hogy napról napra változol, egyre jobb életminőséget élsz, és haladsz a négy tulajdonság felé. Minden hatóság, minden tudás, minden szeretet, minden valóság. Folyamatosan ez irányba hatsz. Bárhova is mész, bármilyen spirituális, vagy bármilyen tudatos fejlődési utat jársz, mindig e felé a négy dolog felé haladsz. Talán nem mondják el neked, talán ők sem tudják, ahova elmész, de mindig ebbe az irányba fejlődsz, mert ez az egyetlen út ebbe a világba, hogy elérd ezt a bizonyos négy isteni tulajdonságot. Sokat kell érte tenni, igen. Folyamatosan kell érte tenni. Egész életedbe kell érte tenni, tehát ezért jöttél ide. Te vagy az, aki vállaltad, hogy leszületsz ebbe a világba, és fejlődni fogsz ebbe a világba. Csak hát a fejlődésed üteme az ugye eltérő lehet. Lehet odadobni a gyeplőt a lovak közé, és azt mondani, hogy hát, engem ez nem érdekel, majd ahogy lesz, úgy lesz, nem foglalkozok vele. Így is lehet élni, ilyenkor ilyen icipicit fogsz fejlődni. De hogyha te úgy döntesz, hogy igenis megfogom a gyeplőt, és olyan életet akarok élni, amilyet csak szeretnék, akkor most jó helyen vagy. Jó, hogy nézed ezt a videót, mert megtanítom neked, hogy fogjad a gyeplőt, és oda irányítsad az életedet, ahova csak akarod. Mert képes vagy rá. Meg kell tanulnod bánni az erőkkel, és fejleszteni ezt a négy képességet. Spirituális erőtanú képzésen 2 éven át folyamatosan fejleszted ezt a négy erőt, egészen pici dolgokkal indulunk, egészen egyszerű dolgokkal. És napról napra, ahogy gyakorolsz, egyre komolyabb dolgokat tudsz majd megcsinálni, míg elérsz a 10-es fokozatra, és képes leszel ezt a négy dolgot magadba telíteni. Ugyanis ez a négy dolog, amiről beszélek, ez most is létezik a végtelen univerzumban, tehát nem neked kell kitalálni, hogy mit jelent a mindenhatóság, csak be kell telíteni magadba, hogy te is megtapasztald, és te is tudjál élni vele. Ha 2 év múlva magadba telíted majd ezeket az erőket, akkor egy olyan tisztaságot, világosságot, erőt, hatalmat, tudást, szeretetet, jelenlétet fogsz megtapasztalni, amit még soha egész életedben. Olyan szintű emelkedést fogsz megélni, amit most még nem is remélsz. De ez a fajta megtapasztalás, amit 2 év múlva meg fogsz majd élni, ez nem a teteje lesz a dolgoknak. Még épp ott csak egy belépő szint lesz. Hiszen mondtam, a végtelen van fölötted. Tehát ezt a gyakorlatot, ha majd megcsinálod 1 hét múlva rá, vagy 1 hónap múlva rá, akkor egy még magasabb szinten fogsz megtapasztalni, még több erőhöz, tudáshoz, szeretethez és jelenléthez fogsz jutni, azért, mert abban az 1 hétben, 1 hónapban tovább gyakoroltál, tovább tisztítottad magad, tovább növelted az uralmadat a 4 elem fölött, tűz, víz, föld, levegő, amihez tartozik ez a 4 tulajdonság. Tehát legyen egy büszke célod. Tűz ki magad elé, hogy te el akarod élni ezt a 4 isteni tulajdonságot. Kell neked a végtelen erő, a végtelen tudás, kell neked a végtelen szeretet, a végtelen jelenlét, és teszel érte. Ha ez így van, ha ez kimered tűzni, mint büszke célt, akkor gyere el szeptember 16-án spirituális erőtanú képzésre, nincs más dolgod, mint most odaülsz a mail elé, és írsz nekem egy e-mailt, istvan.domeny@gmail.com, ide írjál nekem egy e-mailt, írd oda a nevedet, telefonszámodat, címedet, és ugye spirituális erőtanú képzésre szeretnél jelentkezni. Ez a képzés 25 000 forintba kerül per fokozat, 10 fokozat összesen, 250 000 forint egybe, de ha egybe kifizeted, akkor 200 000 forintért még a tiéd lehet. Erre most van lehetőséged még, szeptember 16-án, ugyanis változni fognak az árak. Ez egy kedvezményes ár, 38 100 forint helyett kerül most 25 000 forintba, úgyhogy javaslom, hogy ne gondolkodj túl sokat, ugyanis maximum 50 fő tud elindulni ezen a képzésen, úgyhogy ne várjál, hanem döntsél, gyere és csatlakozzál a csapathoz, hogy végig tud csinálni, és folyamatosan emelkedjél.
Azok a tanítványaim, akik már elindultak ezen az úton, nekik nem fog változni az ár, hogyha a saját csapatukkal maradnak. Tehát várlak szeretettel a spirituális erőtanú képzésre szeptember 16-án, írj egy e-mailt és gyere! Többféle utat kínálok neked arra, hogy ezt a négy dolgot, ezt emeljed. Ez, amit elmondtam eddig, ez az erőtanú képzés, ez egy belső út. Az ember befelé figyel, megismeri önmagát, és kis apró lépésekkel folyamatosan fejleszted magad. Egy fantasztikus dolog, egy csomó csodálatos dolgot meg tudsz tapasztalni, ha felmész a honlapomra, az éptestben-éplélek.hu-ra, akkor sok részletet találsz erről a képzésről. Van bemutató videó is. De létezik egy külső út is, egy külső út, amivel folyamatosan tudod fejleszteni magadat, tehát nem belülről megismered és fejleszted, hanem olyan külső erőket szólítasz meg, amelyek segítenek neked ebbe a bizonyos felemelkedésbe. A legújabb képzés sorozatom a belső föld képzés sorozat, ami jelenleg 5 részből áll. Az elsőn foglalkoztunk a fizikai test egészségével, a másodikon a lélek kitisztításával, a harmadikon a szellemi egyensúllyal, a negyediken a tisztán látás, tisztán hallás, tisztán érzés és mentális vándorlás képességének a fejlesztésével. Egyébként ezt még megismétlem szeptember 3-án, és szeptember 9-én jön az 5. rész, ahol a 4 isteni tulajdonság fejlesztésével fogunk foglalkozni, minden hatóság, minden tudás, minden szeretet, minden valóság. Azok a tanítványaim, akik már elindultak a spirituális erőtanú képzésen, nekik egy óriási lehetőség ez, hogy nem csak önmagukon dolgozva belülről, hanem egy külső erőt hívva is képesek ezt fejleszteni. De ha nem indultál el még az erőtanámba, csak mondjuk szeptember 16-án indulsz, akkor is itt ez a nagy lehetőség számodra, hogy ezek a külső erők folyamatosan fognak rajtad dolgozni. Tehát te dolgozol a belsőkön, felismered önmagadat, és változtatsz magadon, és ezek a külső erők folyamatosan segítenek neked. Mik ezek a külső erők? Elemlények. A belső föld nagyon népes, nagyon sok mindenki lakik ott, többek között emberi lények is, de mi nem az emberi lényekkel fogunk találkozni, mert ők nagyon magas minőségűek, messze meghaladják a felszíni világnak a minőségét, hanem azokkal az elemlényekkel, akikkel ők együtt élnek. Az elemlények képesek arra, hogy a saját elemüket, tűz, víz, föld, levegő, tehát mindegyik a sajátját, fejlesz-e benned, és ezáltal fejlesz-e ezt a 4 tulajdonságot, mint minden hatóság, minden tudás, minden szeretet, minden valóság. Ezért fogunk lemenni szeptember 9-én a belső földre, hogy ezt az utat, amit te jársz, úgy hívják élet, ezt megtámogassák az elemlények, és folyamatosan fejleszik az erődet, a tudásodat, a szeretetedet és a jelenlétedet. Szeptember 9-én lemegyünk, és olyan élményeket fogsz megélni, amit most nem is gondolsz. Ez így volt az első 4 fokozattal is, nagyon sokan jönnek erre a képzésre, és utána mindig vannak élménybeszámolók, és olyan csodálatos élményeket osztotok meg velünk, döbbenten szoktuk hallgatni egymást, hogy mennyire megváltoznak az emberek, már csak egy alkalommal, mikor lemennek. Ezt a képzést ismétlem, most az 5. részt összesen 5 alkalommal fogom megismételni, tehát szeptember 9-én lesz az első alkalom, utána az őszi táborunk első napján, tehát szeptember 24-én, ugye szeptember 24-én délután 6 órától indul az őszi tábor, aminek a témája szintén ez a belső föld 5. fokozat, ugyanis az őszi táborba ezt meg fogjuk ismételni még 3 alkalommal, tehát szeptember 9-én először, utána szeptember 24-én, aztán szeptember 26-án, 28-án és 30-án. Tehát 5 alkalommal tudod megcsinálni ezt a képzést, és a legtöbb tanítványom mind az 5-öt megcsinálja azért, mert látják, hogy minden alkalommal, amikor újra csinálják, egyre magasabb az emelkedés. Ez a képzés, ez a belső föld képzés, ez 30 000 forintba kerül egy alkalom, az ismétlések 15 000 forintba. Tehát szeptember 9-én, ha eljössz, akkor egy nagyon intenzíven, nagyon hatékonyan
ott már 9-én elindul benned ennek a 4 dolognak a fejlesztése, és nagyon nagy mértékben nő az akaratod, a tudásod, a szereteted és a jelenléted, és hogy jössz majd az ismétlésekre, mint egy újabb löket emel rajtad ez a képzés, és tudod emelni ezt a 4 dolgot, és mellette az erők tanán pedig szépen takarítod magad, és fejleszted, ugye szeptember 16-án el tudsz indulni. Tehát javaslom összekapcsolni a belsőt és a külsőt, és a kettőt egyszerre járni, mert ez az igazán hatékony, bár mind a kettőn külön-külön is elindulsz és elvégezheted, de hogyha van rád időd, lehetőséged, pénzed, akkor érdemes ezt a 2 utat egyszerre járni, mert nagyon sokat tud rajtad segíteni. Egyébként ezt a belső föld képzést majd szeptembertől újra el fogom indítani az első fokozattól, tehát hogyha lemaradtál róla, akkor érdemes elkezdeni és újra fejleszteni magadat. Valószínűleg szerdánként az esti órákban 2 részletbe fogok megtartani egy fokozatot, ezt már megtettem így korábban is, tehát volt már erre néhány példa, szerették a tanítványok, úgyhogy megint el fogom kezdeni, és várom szeretettel azokat, akik még nem voltak, és azokat is, akik újra szeretnének ismételni, és újra megtapasztalni ezeket az erőket, hiszen a belső földön lenni nagyon jó dolog, úgyhogy gyere te is, és tapasztald meg. Tehát, hogyha szeretnél jelentkezni szeptember 9-én, vagy és szeptember 16-án erre a 2 képzésre, akkor az istvan.domeny@gmail.com címre írjél nekem egy e-mailt, írd oda neved, telefonszámod, címedet, és hogy melyik képzésre szeretnél jelentkezni. A többit pedig le fogjuk levelezni, megválaszolom neked, hogy mik a részletek. A képzéseket online és tanterembe egyszerre tartom, tehát otthon a rossz székedből, bárhol is vagy a világon, elvégezheted, a tanítványaim fel egyébként külföldi, de magyar anyanyelvű, vagy személyesen itt Jászalsó Szentgyörgyön el tudsz jönni, és el tudod végezni a képzéseket. A tábor szeptember 24-től október 1-ig tart, és erről szól, erről 4 dologról, mint végtelen erő, végtelen tudás, végtelen szeretet és végtelen jelenlét. Ebbe a tábornak az egy hetébe folyamatosan ezen fogunk dolgozni. Ez egy hatalmas energiabomba, egy hatalmas változás az életedbe, mert nem csak azt az egy napot töltöd ezzel, hanem egy hetet folyamatosan. Tehát újra és újra megkapod az impulzust, hogy változz és fejlődj. Itt a tanítványok erről beszélgetnek egész nap. Ilyen jellegű gyakorlatokat végzünk. Nagyon sok szeretetteljes emberrel fogsz itt találkozni, akik segítőkészek, és nagyon nagy mértékben változik az életed ennek hatására, hiszen plusz erőhöz jutsz, plusz tudáshoz jutsz, plusz szeretethez jutsz, és plusz jelenléthez tudsz. Ez a 4 dolog az, ami ahhoz kell neked, hogy fogd a gyeplőt, és irányítsd az életedet. Igen. Hogyha feliratkozol itt a videó alatt a hírlevélre, akkor elküldöm neked a tábori meghívót, de hogyha külön küldesz egy e-mailt, hogy szeretnéd kérni ezt a tábori meghívót, akkor külön neked is elküldöm. Tehát a videó alatt, hogyha feliratkozol, minden héten, hét elején szoktam kiküldeni a hírlevelet, akkor megkapod a részleteket, és ilyen hírlevélbe fogom kiküldeni a tábori meghívót is. Ha később nézed ezt a videót, lehet, hogy már korábban kiküldtem, akkor semmi gond, írsz egy e-mailt, istvan.domeny@gmail.com, és elkéred ezt a meghívót, és én elküldöm neked. Jó, egy gyönyörű környezetben tudod ezt megtenni, fantasztikus luxus helyen vagyunk itt Jászalsó Szentgyörgyön, egy gyönyörű oktatónk van, klimatizált, tágas, világos, van egy nagy wellness részlegünk, ahol tanítványok tudnak pihenni esténként, egy hatalmas 5000 négyzetméteres parkosított kertünk van, egy nagy kerti tóval, kerti patakkal, hatalmas árnyas fáink vannak, nagyon sok lehetőség van itt a pihenésre, feltöltődésre, úgyhogy várlak szeretettel, gyönyörű lehetőségek vannak ahhoz, hogy itt egyre jobban érezzed magad napról napra, tehát mindenbe segíteni fogunk téged, hogy ezt egyre jobb minőségbe éld meg. Tehát, hogyha szeretnél csatlakozni a csapathoz, akkor küldjél nekem egy e-mailt, istvan.domeny@gmail.com, neved, címed, telefonszámod, és hogy mire szeretnél jelentkezni. Hogyha feliratkozol itt a videó alatt a hírlevélre, akkor pedig küldök neked 25 ingyenes gyakorlatot, amit ki tudsz próbálni, küldök neked 513 darab jellemvonás listát,
amit megint csak ki tudsz nyomtatni, és alá tudod húzgálni, hogy melyik igaz rád, 11 oldalas hitrendszer listát, amiben benne vannak azok a korlátozó hitrendszerek, amik távol tartják tőled a boldogságot. Azt javaslom, hogy ne várjál egy pillanatot se, gyere és csatlakozz a közösségünkhöz, gyere el szeptember 16-án, szeptember 9-én, vagy pedig az őszi táborba szeptember 24-én, vagy mind a háromra egyszerre várunk szeretettel. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, hogy lájkoljad, iratkozz fel a csatornámra, és hozd meg ismerőseiddel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Szia!